Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 21-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható a sors kereke. Ez a kerék mindig abba az irányba fordul, ahova mi tekintünk. Befolyásolja a sors utunkat. Mivel ez az ő gondolata, itt komoly döntésekről lesz szó, és változásokról. Sors döntő változásokról. Az is lehet, hogy ő úgy érzi és úgy gondolja, hogy a ti kapcsolatotok nem véletlen, hanem a sors utatok kereszteződött. És most megtekintjük a második kártyát, ami az ő érzelmeire utal. Ezen a képen látható az erő, az ő belső ereje is. És ez a hölgy szimbolizál téged. Te adsz számára erőt. Ez a párkapcsolat erősíti őt. Vagy bízik abban, hogy kettőtök között minden jóra fordul, és lesznek ilyen sorsdöntő változások. A következő kép azt mutatja, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a napfény utal a ti kisugárzásotokra, ez a vonzalom kettőtök között, azon kívül mutatja a szív melegségét, és valami kiderül, valami tisztázódik köztetek vagy a környezetetekben. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a kártyán a halak láthatóak, és az utal anyagi dolgokra. Ez most a középpontban áll, neki kell az anyagiakat rendeznie. De a halak jelentik a belső értékeket is, egy lelki párkapcsolatot, és megvan köztetek ez a telepátia. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Amire még felhívnám a figyelmeteket, ez a Valentin napi akció, én már most indítom, hogy időben meg tudjátok rendelni, és így megkapjátok február 14-éig a videót. Ebben az akcióban van egy szerelmi jóslás, egy kártya kivetés és egy asztrológiai elemzés, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat az indiai számítás szerint. A díjam ennél az akciónál 5000 forint. Ebben mindkettő benne van. A kártya kivetés is, és az asztrológia is. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!